Sziasztok Pucolover, 41 vagyok és szomorú hírem van számotokra. Ez lesz az utolsó Pucolavörös videó, de nem baj, kezdjünk bele a mai videóba. Arra gondoltam, hogy 100 cipőt lopunk el Romániából. Ez igazából azt jelenti, hogy reverse kártyázzuk a románokat. Na de mielőtt indulnánk, először meggengbengelnek a testi fogyatékos haverjaim. Ezzel a szarral fogunk menni, ami arról híres, hogy ebbe sznájpolták ki John F. Kennedy-t. Útközben elgyúrtam egy 4 tagú boldog családot, de a pucu élet ezzel jár. Na az a helyzet, hogy meg kellett állnunk egy kis időre, mert észrevettem egy tolószékest az utcán, és automatikusan kielégültem, és ezért most ki kell tisztítani a geciben úszókocsimat. Srácok, találkoztunk egy csapat kínaival, de szerencsére nem láttak minket, mivel pont úgy pozícionáltuk magunkat, hogy a csukott szemükkel ne lássanak minket. Tudod, az a helyzet, hogy már 9 éve elvették a jogsimat, mert véletlenül elgázoltam 384 LMBTQ tüntetőt. Szép jó reggelt, tegnap épségben megérkeztünk és loptunk is egy szállást. Ahogy láthatjátok, kicsit felfele áll a hajam, ez azért van, mert tegnap este olyan durván keresztbe kúrtak, hogy a rettenet sebességű súrlódás miatt elektromos lett a segjukam és az egész testem megérezte. Úgy megbaszlak, hogy a Nagasaki robbanás ehhez képest gránát lesz. Ez a város annyira elbaszott, mint a Dark Souls 2 hitboxok. Meg kellett állnunk ebbe az étterembe, mert láttam egy kislányt, akire nagyon felizgultam. Ez a tér arról híres, hogy több mint 4000 embert lőttek szitáva a picsába, de most megpróbálom megdönteni a rekordot. Itt a csávó, akitől lopni fogunk. Beszélgetni veled olyan, mintha egy csapat vicces nővel ebédelnék, te néma parasztarizmán herefóka. Írtó erős fosatószert raktam a srác kávéjába, remélem örülni fog neki. Na most kicsit bemutatom, honnan szereztem ezt a kurva sok cipőt. Ezért le shutdownoltam Stephen Hawking guruló székecskéjét. Ezért a cipőért vettem egy hajléktalannak 3 tonnányi heroint, és másnapra holtan feküdt az utcán, és ott volt mellette a cipő, gondolom ez droppolt a halálakor, vagy valami ilyesmi. Ezért meg videót küldtem a vakok csoportjába. Ezért meg halálra szoptam egy 4 gyermekes családapát. Ezért meg elmentem Dél-Kurdisztánba, hogy bevezessem a kommunizmust, de annyira beszartak, hogy odadták nekem a cipőt. Ahogy látjátok, ennyi cipőt csortunk el ettől a szerencsétlen parasztól. Épségben hazaértünk a lopott cipőkkel. Remélem tetszett ez a fos az előző videókban említett spermázott cipőt, most már hivatalosan is úgy lehet megnyerni, ha bejelöltök Instán, és a nyertes az lesz, aki a legrosszabb Discord face reveal-eket küldi el nekem. Na sziasztok!